Sziasztok, Tomi vagyok, és most egy meccset láthatom tőlem a War Thunderből. Na, akkor kezdjünk is bele. Most a Spitfire MK1A-val vagyok. Egy ilyen 2-3-as meccsben, tehát... Nem tudom, ilyen kb. Ilyen... 2 egész valamitől 3,7-es battle ratingig vannak itt gépek ebben a meccsben. Ami kiderül, mit tudok ebből összehozni, mert nekem csak egy 3,7-es gépen van, de persze nem az számít, mert hanem számít ugye sok egyéb más is. Szóval Spitfire MK1, mit kell erről tudni? Jól fordul, 8-7 mm-es ágyú van rajta, és hát ez ilyen darálós gép, meg nagyon nagy a tár benne, úgyhogy nem fogy ki olyan hamar, szóval azért az elég jó. Egyébként bocs, egy kicsit én unottan beszélek, csak most jöttem az absúlyból, úgyhogy kicsit fáradt vagyok. Na mindegy. Igazán nem tudom, merre menjek. De valamerre el kéne indulni. Szóval mondjuk a J2-emet megcélozzuk. Mint... célpont. Ki el is tűnt. Nem tudom miért. Hoppá. Te mi vagy? Volt itt valami. Aha, hoppá. Bizony. Egy Spitfire. Flapset, és lelassítunk, és próbálunk ráfordulni. Jó. Ugye meg lesz. Ugye meg lesz. Gyert, meg leszel, haver. Szeretem ezeket a fightokat. Ú, de gyors vagy. Vissza a flapset. Még egyszer vissza. Jó. Hoppá. Jó, hit. Te nagyon össze-vissza repül ez a... Azt hiszi, lelászhat. Nem fog. Critical hit. Jó, meg vagy. Szupi. Megvan-e? Ó, szerintem most mi lehet, hogy kicsit le mennénk ide. Flapset visszarakjuk. Már muszáj voltam, basszus. Mi van mögöttem? Egy helket. Jó, ezt elkaphatjuk. Hit. Flaps. Ez jól fordul. Valahogy nem támál. Ez szar. Annyi golyó van még a tárban. Ilyen távolságban biztos nem fogjuk eltalálni. Kicsit bele kéne gyorsítani. Vagy vissza kéne fordulnia. Nem tudom, miért nem találtam el egyébként, ezt nem értem. Mindegy, visszafordul vagyok? Leszállt, vagy mit csinál? Na, ki akart lőni egy grand unitot? Akkor mögöttünk valami veszély, forrás nincs. Akkor ráfordulunk el a Sunderlandre, csak tudnám, hogy ez micsoda egyáltalán. Ez nekem nagyon heavy fighternek tűnik. Ez nagy baj. És ez felém? Nem, ez egy bombázó. Szerintem nem vagyok annyira, ahol ott van ezekben a gépben, nem tudom, hogy ezek mit. Nem gondolom, ez egy... Igen, ez egy bombázó, ez egy... Na, ezt alulról fogjuk meglőni. Kifagytam a kurva életbe. Francba. És ennek olyan hátsó túrendje van. Még 2 másodperc. És ez probléma. Vagy ne lője ki, légy szíves. Mi lő? Hoppá. Kill assist. BF. Enemy kill assist. Jó, ez is. Hát ez kicsit megsoroztuk, de kéne valami killt is elvinni, ez mindent becsolnak. Nem, mi könnyű ezt mondani. Hülyeség, nem csolnak be mindent, csak én vagyok a béna. Na, hit. Hát ilyen messziről életben nem fogom eltalálni. Nagyon nagy makkerság kell ahhoz.
Asszisztrik. Jó. És már kéne valami kilt is elvinni. Azt mondom, hogy most berepülünk oda, ha meghalunk, meghalunk. Igazából mindegy, úgyis egy másik géppel is szeretnék jönni a meccsben. Lassan már vége a meccsnek, és még csak egy géppel játszottam eddig. Szóval akkor... A Philips az ki van nyitva? Ó, hát azért voltunk ilyen lassúak. Na, ez is megvolt. A36 lak 3. Melyikre kéne menni? F2A, Buffalo. Hát az hamar meghal, de jól fordul. Ajaj. Bowfighter. A Bowfighter. Hoppá. Tail control damage-t. Jó. Oké. Okay. Ellőtték a tail control-omat, úgyhogy most már teljesen mindegy. Szóval... Inkább kiugrottam a gépből. Akkor jöjjünk egyet a Spitfire MK2B-vel. Ezen van két 20 mm-es hispánó, és azt hiszem 2 hétműn is, vagy 4 hétműn is, most nem tudom, meg kéne számolni. 4 hétműn is van rajta, igen. Na most ezzel jövünk, ez kicsit azért nagyobbat lő, mint az előző gép. És akkor ezzel próbálunk valamit alkotni. 4 asszisztom van. Nem rossz, akkor ez ilyen assist match lesz valószínűleg. Nem. Na mindegy. Ki 44, ó. Az egy elég jó célpont mondjuk. Csak az a probléma, hogy itt elég sokan vannak így enemik, de kevés a... Rámegyünk a Ki 44-re szerintem. Hoppá, ez elfordult. Japán. Ez kicsit jól fordul. Hol vagy? Csak én nem találok meg soha. Ezt nem hiszem el. Hát ezt komolyan nem hiszem el. Jó, Flaps, hát kieresztjük és ráfordul. Hoppá, ájjaj. Te srác, ne fordulj már ennyire. Azeg. Critical hit kétszeres. Jó, hogyha most már meghalnál. Csak meghalsz most már. Jó, csak meghalt. Így századjára. Na, ajaj. Már szem szétlőttek. Ez a Sea Hurricane. Ezen 4-20 milisgán van, hát nem csoda, hogy ekkorát lő. Elég vicces, tényleg. Tök jó, hogy egyébként hármas térbe vagyok. Csak azért, mert ennek a gépnek kettesként 3,7-es a battle ratingja. Na mindegy, meg kell ezt emészni. Akkor megyünk egyet szerintem a... Megyünk egyet a Typhoon-nal. Most lehet, hogy el fogjuk veszíteni. Nem baj, de... Nem rossz meccs egyébként. És első vagyok. Na, hát mondjuk elég rossz a statom. Hát azért nem. De ebben nem olyan vészes. Na mindegy. Akkor azt mondom, hogy semmiképp se a Bullfighterre. Mert az kilő egyszerűen, tehát a túretjék kilőnek. Rám figyik egyet, az kész, meghaltam. Viszont ott meg az elég nagy a susnya, szóval... Hát... Meghalt a Bullfighter? Na meghalt. Jó, akkor semmi, akkor a lak 3, és ez felém repül. Ó, hát ez komolyan gondolja. Jó. Köszi. Nem tudom egyébként mit gondolt, tehát... Neki... Az melyik lak 3 volt? Fú. Vissza kéne nézni a csetet, na mindegy, hogy nem tudom már melyiket lőttem ki, mindegy, ezen csak 20 millis van, azt hiszem, meg egy 12 millis, szóval... Ilyen lehetőségnél, akkor szembe repülved valaki, akkor jobbak az angolok szerintem, mert... Kicsit több a gányjuk is, szóval nagyobb esélye van annak, hogy eltalál. Ad őket, szóval A36. Viszont ez egy... Hú, de jól fordult, basszus. Critical hit. Hit. Ezt lőjük még ki, léci. Kétszeres hit. Megy, ha meghalna. Meghalt, jó. Hát, nem tudom. Szétlőttek. De legalább meg volt a kill. Na jó, akkor még azt kéne, még egy-két el kéne hozni, legalábbis, hogy megnyerjük ezt itt a... első... Oh,
Látszunk egyet a hurikánnal, csak azért, mert ezen vannak rakéták. Ja, hát ennek ez van. Mindegy. Tehát akkor még egyet itt tolunk ezzel a rakétással. Hurikán MK2B-vel. Egy... vége. Na mindegy. Akkor megnézzük. Elsők lettünk. Kíváncsi vagyok, mennyi XP-t kapok. Mi igaz, hogy kikaptunk, de tudom, még szóval elég jó meccs volt, és ha minden igaz, akkor kifejlődött. Jó. Hoppá! MKG Engine Injection. Kaptam meg ilyen egyéb cuccokat, jó. Elsőként végeztem a meccsben. Jó. Igen, és mennyi XP kell még? 184, na jó, ezt majd összeszedem majd felvételen kívül. Na jó, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor iratkozz föl, és kövessd a csatornát. Sziasztok!